Ha érájához közeleg a bajnokság az élvonalban, így most már minden szerzett pontnak fokozott jelentősége van. A Kisvárda a legutóbbi 4 fordulóban mindössze 1-jel gyarapította pontjai számát, igaz, a Molvidi FC, a Budapest Honvéd, az Újpest és a Ferencváros ellen lépett pályára Dajka László együttese. A Honvéd elleni döntetlen mellett 3-1 góros vereség volt a mérleg, ami akár biztató is lehet a jövőre nézve. Most következnek ugyanis a közvetlen riválisok, a következő hetekben a Puskás Akadémia, a Diósgyőr, az MTK Budapest és a Szombathely ellen lép pályára Kisvárda. Ezeken a meccseken kell begyűjteni a bennmaradáshoz szükséges pontokat. Egyik mérkőzésen sem futballoztunk rosszul a 4-4 csapat ellen, tehát van honnan meríteni, úgy gondolom. Ami nagyon fontos, hogy játékosaink az egészségesek, most már csak a Pikóval van probléma továbbra is, de az úgy néz ki, hogy az hosszabban fog tartani. Bízunk benne, hogy ezen a következő mérkőzésen, ahol azt mondom, hogy igenis pontokat kell szerezni, és természetesen hozzáteszem, hogy a hátrálévő ellenfeleink is úgy gondolkodnak velünk szemben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt kell nekünk valamit mérkőzésre úgy előrántani, hogy ezzel a szóval éljek, amivel meg tudjuk lepni az ellenfelet. Egy stabil, fegyelmezett játékot, amit azért összességében és többségében nyújtottunk is. A bajnokság első 2 körében a Kisvárda veretlen maradt a Puskás Akadémia, Diósgyőr, MTK Budapest, Szombathely 4-essel szemben. A betegségéből felépülő Vári Barnabás szerint a következő meccseken még magasabbra kell tenni a mércét. Meg kell ismételni, hogyha benne szeretnénk maradni. Most ennek tényleg azok a mérkőzések, amiben igazából nyernünk kell. Mutatjuk azt is, hogy nekünk igazán most kezdődik a bajnokság, és csak egy dolgot elképzelni az, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. A 27. forduló további párosítása a következő: Ferencváros Paks, Újpest Mezőkövesd, Diósgyőr Szombathely, Debrecen MTK Budapest és Budapest Honvéd Molvidi FC.